Na szevasztok és sziasztok, én Salátok 2000 vagyok és üdvözöllek titeket a csatornán, most üdvözöllek titeket a Minecraftban. Máma ugye nem más fogunk csinálni, mint a várost fogjuk építeni. És hát ugye az történt az ezelőtti részben, hogy ugye meghaltunk egy creeper által. És hát ezért fogjuk mi most újra kezdeni ezt a városépítést, ugye ez arról szól, hogy túlélőbe fogunk felépíteni egy ilyen modern várost, amilyenből mi is most éppen élünk. Ugye, hát én ezt mondom, hogy már egyszer megcsináltam kreatívba, videón kívül. Vagyis hát, hogy mondjam, szóval hát szerintem már sokan építettek várost ugye az életükben, hogy Minecraftban, még kiskorukban, vagy bármikor. És hát ezért fogok most én is egy ilyen házat építeni, csak hát én most túlélőben, mert ugye szeretem a kihívást, és már rögtön találtam is egy falut, egy ágyas. Srácok, amúgy ezt a részt úgy akarom megcsinálni, hogy vágás nélkül, de majd meglátjuk, hogy hogy lesz, meg mint lesz, hogy alakul. És hát nem is akarom az se, hogy túl hosszú legyen. Akkor ezt úgy kéne, hogy mint hogy látjátok, ez már kőből van, szóval nincsenek faházak, az már egyenlőre jó. Hát azt kéne, hogy akkor ezeket a házakat fejlesztjük így mindig, tudod, hogy egyre nagyobb lesz, meg egyre erősebb anyagból, és hát akkor majd ja, meglátjuk, hogy lesz. Hát akkor kezdjük el ugye a túlélőzést, mert ugye most mindent újra kell kezdenünk. Most egy nagyon jó mappot kaptunk, amit ezt be kell vallani, de akkor most ezt üssük ki is ezt a fát, kaptunk ott achievementeket. És hát srácok, írjatok izé ötleteket a kommentbe, hogy ugye akkor hogy milyen házakat építsünk, meg bármi, szóval miért van itt benne? Ja, hogy ez egy kis istálló. Ja! És akkor itt isznak. Ja, értem. Jó, hát én most adom fel ezt a verzió. Ja, ez az 1.15.2, én abban szeretek játszani, nem pedig a 1.16-ban, úgymond. Hát az még ugye nem az 1.16, csak ugye mint már így a fejlesztések, azok ugye abban a verzióban lesznek, amik ott vannak. Hogy az már... Oh, srácok, hát ez itt nagyon jó cuccok, srácok, hát már is van egy ilyen nadrágunk, meg srácok, tudunk már is lovagolni, meg egy kis kenyér, bőr. Hú, srácok, hát ez már jól kezdődik. Viszont egy kérdésem van, hogy lehet a fűre rárakni egy fákját, srácok, szóval az így oké, hogy egy kerítésre lehet, meg hogy az, ez így lebeg, ez a kőcuccos, mert hát azt ugye meg lehet csinálni, de hogy egy fákja, hogy van rajta a fűn, srácok? VT-fa, na. Akkor srácok, viszont hol láttam az a házat, ahol volt az az ágy, srácok? Akkor szerintem oda kéne beköltözni, szerintem ez volt az. És hát akkor ez lesz az én házam egyenlőre, srácok. Itt van egy kis ilyen kis szék is, meg minden. Jó lesz nekem. Akkor csináljunk kis crafting table-t, meg mindenfélét, ugye. Akkor itt ezt ugye négy, ezt így berakjuk, igen. Ezt most ide rakom le, mert miért ne. És akkor csináljunk ugye... Nem tudom, hogy le kéne venni a bányába, mert hát nincsenek olyan jó... emlékeim róla. De vártok srácok, craftolok még egy ládát is. Ja, hogy ezt nem így kell, hanem így. És akkor ezt ugye ne foglalja a helyet, itt rárakom ennek a tetejére. És akkor itt lepakolom a cuccaimat. Meg itt rakok egy spawn pointot, mert ugye meghaltok srácok. És hát szerintem meg is fogok halni, nem is egyszer, hanem eléggé sokszor meg fogok halni. Hát mert ugye régebben is amúgy, amikor építettek ilyen házakat, egy páran azért belehaltak, legalábbis amikor ilyen sivatagi dolgokat építettek, ott nagyon sokan az életüket vesztették, csak azért, hogy egy ilyen épületet csináljanak. Elnézést. Meg vagyok fázas, rátok. Ti is amúgy olyan típusokak vagytok, hogy a jó idő van, akkor fásztok meg legalább is nálam. Jó idő van nálam. Egész nap sütött a nap. Elnézést, rácok. Lehet, hogy kifújom az orrom, azt akkor lenne egy vágás, vagy ilyesmi. De mindegy, rácok, akkor most van nekünk kementünk. Hú, srácok, de amúgy félek, hogy rácok, bármikor jöhet bármilyen egy creeper.
Várjatok, srácok, akkor vágás. Na, srácok, nagyjából kifújtam az orrom, remélem most nem fog újra folyni, de szerintem, hát nem tudom, na mindegy. Akkor kéne csinálni egy kis kemencét. Várjatok, ezt ide nem kell, srácok, ez csak foglalja a helyet. Szóval akkor ezt ki is ütöm. És akkor ide rakok egy kemencét. Azt most csak gyors lekraftolom. Így, né. Amúgy srácok, nem tudom, hogy most ez így unalmas-e, hogyha vágás nélkül csinálom, de hát írjátok le ugye a véleményeteket nyugodtan mondom a komment szekcióba. Amúgy srácok, amúgy nem lehet azt úgy csinálni, hogy így ezt így, meg úgy, és akkor hogy így, nem tudom, hogy itt egybe legyenek, vagy ilyesmi. Ja, mindegy, ez akkor egyenlőre így lesz. És hát akkor le kéne menni ugye még lejjebb, kis gyűjteni egy kis pár dolgot. Viszont ha találunk egy kanyont, akkor kéne felesleges blokk mi. Á, jó lesz ez a három cobblestone, ugye még fogok lejjebb ásni, akkor több dolgot szerzek. És várjátok, hol vagyunk. Ja, hogy fákja is kéne, nem? Nem tudom, hogy alapból világít-e a kezembe. Várjátok, ez most a 58. blokk. Jó. Oké. Tényleg srácok, amúgy azt terveztem, hogy akarok egy parkút is csinálni, hogyha azt is akarjátok, akkor nyugodtan szavazottok az i-betűn arra, hogy legyen parkúros videó is. Mert hát nem tudom, én a jövőben valahogy több Minecraftot akarok csinálni, de valahogy így a többi játékról is kell azért videót csinálnom, de hát nem tudom, srácok, írjátok meg nyugodtan a kommentbe, hogy melyik játékot akarjátok legszívesebben látni. Vártok, mit akartam, srácok? Nem elfelejtettem lemenni a bányába. Vagy még valamit akartam, srácok? Nem tudom, most csak random mentem össze-vissza. Ja, kell nekem fákja, srácok. Igen, és a fákját, azt hol találtam? Hát most mindegy. Ja, ott van az a levegő fákja. Azt egy nem is fogom kiütni. Ó, kaptam egy csemetét. Vagy sapling, vagy nem tudom mi ez. De szerintem csemete. Jó, akkor bocsánat, de ezt most elviszem. Így, né. És akkor ezt ide be is rakom. Na, akkor menjünk. Jöjj. Na. Ide lemegyünk. Na. És ez akkor, ugye ez nem világít a kezünkbe, mi? Az kéne shader, mi? Na mindegy. Hát akkor majd ezért kiütöm, azt újra lerakom, vagy nem tudom, hogy kéne ezt csinálni. Hát akkor most egy kicsit állások le, ugye vágás nélkül akarom, már lett egy vágás, ha jól tudom, de nem azt mondtam, hogy timelapse nélkül, szóval akkor srácok, akkor most akkor lesz egy timelapse. Ó, srácok, találtam egy bányát, szerintem ez egy nagyon rövid kis timelapse volt, de találtam egy bányát, és attól félek, hogy itt lesznek szörnyek. Mert hát valahogy eddig mindig az volt. De tényleg most valami nélkül kéne. Szerintem az eléggé nem, de annyira jó, hogy mindig meghalok minden egyes sorozatomban. Hát kéne találni szenet. Várjátok, srácok, ez már hanyadik blokk. 43 még csak. Találtam vasat. Akkor, ja. Én elfelejtettem ugye kőcsákán craftolni. Szerintem ezt a fákját egyelőre ott hagyhatom. Csak nem spawnol ebbe a sötétségbe be valami, mert hát ez igaz, hogy sötét, de hát most ez csak egy kicsi helység sötét. Viszont ugye meghaltok, srácok. Ugye azok az utok, amik jelenleg ugye nálam vannak, azok ugye elvesződnek, de a többi nem. Na várjál. Van nekünk egyenlőre egy kajánk is, ugye ez 7,5 kaját fel tud tölteni ez a kaja. És feljött a hold, úgyhogy megyek aludni. Na, Sweet Dreams, az achievementet meg is kaptuk. És hát akkor nézzük, srácok, akkor most. Most akkor nem jönnek szörnyek remélhetőleg, az ott mi? Ja, az egy malac. Na. Oké. T
Tényleg újak lettek a falusiak, várj, nem lehet valamelyiket tégyen, például veled, na, te... Oké, oké, egy valósiakivel trédelni akarok, nem akar velem, hát... Nagyon jó. Nem tudsz kijönni, hát menj rá erre a cuccosra, azt úgy, hogy én nagyon örülsz, hogy trédelni akarok veled, na. Répa. Ha várjál, ha nincs nektek valahol ilyen ültetményetek, srácok. De várj, a kenyeret az egy smaragdért. Hát bakker, kiütöm itt ezt, aztán van nekem egyet kiütök, van nekem három. Aztán meg hatot ad egy smaragdért, kiütök kettő blokkot, az cső. Na mindegy. Ez a falusi mit akar? Ez céglát, ha jól tudom, aha. Céglát akar. Na várjál, szerintem ez itt répa, igaz, hogy még nem te, nem, hogy mondjam. Nem. Ez nem répa. Ez nagyon nem répa volt, bocsánat. Na jó. Hát, nem tudom akkor, hogy hol van itt répa. De akkor nincs itt répa. Ah, viszont van ilyen. Ez jó. És amúgy ez mit csinál? Nem jönnek ide? Gyüleked... ezek miért úszkálnak itt benn? El vannak. Tényleg, várj, nem lehet, hogy az update-ben most már egy blokkot kijönni a vízből, szóval, hogyha itt belemegyek, akkor ki tudok újra jönni. Hát mindegy, most nem akarom letesztelni, nem zavarlok titeket, nyugodtan, ó, bocsánat, nem akartam megütni. Nyugodtan ott munkázzatok. Én addig munkázok itt. De jó, már hát sok idején megy a felvétel, és nem jutottunk előre. Várj, ez volt az én házam, igen, megy a bánya. Ja, izét akartam én, hát mindig elbolondozom az izét, szóval kell nekem kőcsákány, kell az először is pot. Várjátok, hát azért a vasat azt még ebben a részben még ki kéne szedni. Igen. Hát azért amúgy egy kicsit lesz vágva, szóval ha mennyire van időm, csak hát most eléggé... Na mindegy. Jó, van akár ez egyenlőre egy vas, remélem nem fog semmi onnan jönni, a nagy sötétségből. Főleg nem egy creeper, mondjuk vissza tudunk jönni az utcai mér, remélem. Oké, ez eléggé sok vas egyenlőre. Ez szerintem olyan 8 vas lesz, nem? Aha, ilyen kis 4 vagy 2x2 blokkba van 8. Ez így tökéletes. Várjátok, akkor ezt kiütöm. Ejni. Oh! Itt van valami? Ja nem, nincs itt semmi. Hú, srácok, megijedtem. Nem tudom, ez valahogy úgy nézett ki, hogy ez lenne a vizének a feje, itt meg valahogy egy testét láttam. Srácok, semmitől is megijedek. Na jó, akkor ne, nem kell nekem semmi. Akkor felvisztem azt a vasat, amit találtam. Vagy itt még van vas? Ez itt mi? Csak sem a kő. Jó van. Az akkor ezt felviszem. Ó, elestem. Ne. Hogy jöjjön itt valami? Vá, srácok, félek. Na. Gyorsan menjünk fel. Remélhetőleg nem jön utánunk semmilyen szörny, vagy ilyesmi. Akkor nekem olyan ez a játék, mint egy horror játék, na. Mindegy, kölyök srácok, meg ilyen map kiállításokat is tervezek, vagy... Egy pályát már akartam kiátszani, nem ilyen... Jaj, kölyök, ilyen dropper srácok. Tényleg, abból is kéne nem sokára egy új rész, majd abból is lesz, nyugi. Viszont nem találtam szenet, de... igen, viszont találtam vasat. Na jó, srácok, akkor egyenlőre így állunk. Hát egyenlőre teljesen nem újítottunk fel semmit. Viszont találtunk egy jó kis szigetet, amit majd fel tudtunk építeni. Úgy értem, nem szigetet, hanem ugye ez itt az egész teli van. Ezelőtti részből szigetek voltak, hát hogy nagy kihívás lett volna felépíteni, de úgyis lett volna ugye termem, hogy ilyen kővel kinagyobbítom, mint hogyha skyblock lenne, vagy ilyesmi. Ez mondja, a srácok, akkor ennyi lesz volna ez a rész, megvárom még ez a vas itt ugye kisül, és hát írjátok meg a kommentbe, hogy akkor milyen videókat akartok látni, mert hát tényleg szívesen hallok így visszajelzés, meg hát ugye miattatok csinálom ezt a videót, és hát akkor jó lenne tudni, hogy akkor milyen videót is akartok tőlem látni. Mert hát ja, és akkor hogyha megtetszik nekem is az ötletetek, akkor lesz is róla videó. És hát akkor mindjárt kész is van ez.
Ja, hogy nem fog teljesen kisülni, hát akkor minden jó lesz ez egyelőre így. És hát akkor ez a videó ennyi lett volna, srácok, mára akkor idebe is jövök, itt van nekem ugye 4 vasam. És hát akkor találkozunk legközelebb, ugye lájkoljatok nyugodtan, de nem muszáj, minden, te döntöd el, hogy mit csinálsz. De viszont ha feliratkoznál, annak nagyon-nagyon örülnék, és hogyha még megnyomod a csengőt, akkor nem maradsz le újabb tartalmakról. Szóval eléggé jó ötlet, de ugye te döntöd el, mit csinálsz, nem viszont találkozunk a következő videómba. Viszlát és hello!